A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jöstét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ünnepre jöttünk, annál is inkább, mert minden olyan pillanat ünnepi Székesfehérváron, ahol könyvekről, új kötetekről számolhatunk be. Ennek van egy előzménye is, hiszen Kápolnásnyéken nemrégiben volt egy, még márciusban, 78 év vendégségben, ahol Bobori Zoltán mai vendégem volt a vendég. És azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat, mert hogy amiről ma beszélünk, megjelent az Avar című kötet, amiben nagyon sok minden van. Pálfalvi András barátunk ugye úgy fogalmazott az előszóban, hogy az új könyv alaphangja az emlékezés, az ő Avar szőnyege alatt is ott pihennek az emlékek, amit ebben a kötetben feltámadnak, a líra és az eszközeivel új életet kapnak. Ezek nagyon-nagyon fontosak. Honnét jött a gondolat, hogy most összefogj magaddal, és megmutasd azt az utat, hiszen példaértékű a pályafutásod, ezt nagyon is jól tudjuk, ugyanakkor ez olyan sokszínű ez a könyv, hiszen ebben megvannak a megemlékező írások, a tisztelgés, amelyek az emlékezésről szólnak, maga az árszpoétika is megjelenik, meg annyi költői kép, a vallásos elkötelezettségről nem is beszélve. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Hát egyetlen egy szóval tudok erre válaszolni, a 78 év. Tehát itt van az ideje annak, hogy az ember, mint ahogy a természet is gondoskodik arról, hogy a fáknak a levelei, virágai elhújjanak, és egy avar szőnyeget terítsenek maguk alá, ami aztán az életnek az alapja lehet, a következő évek alapja. De egy nagyon érdekes, először is hadd mondjam azt, hogy köszönöm Pálfalvi Bandinak ezt az előszót, és nagyon hálás vagyok neki, hogy nagyon tárgyilagosan és tényleg jóbaráti módon írta meg az előszót, és ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy ez a költői kép, ez avar, és ez a metafora, ez visszatér az én költészetemben. És végig gondoltam, hogy tényleg, hát az egyik kötetemnek is, korábbi kötetemnek is hasonló a címe, de most, hogy készültem a veled való beszélgetésre, jutott eszembe, hogy mennyire igaza van a Bandinak, és amire én nem is gondoltam eddig, én nekem az első verseim 1963-ban jelentek meg a Fejér megyei hírlapban, és két rövidke kis vers, ha megengeded, akkor igen, elmondanám, hogy megtörténült az ágak között, mint aggastyán, kit az élet elhagyott, még egyszer megcsókolt egy rongyaságot, aztán lehult meghalni, nem sírt, nem zokogott. Tehát már 63. másodikos gimnazista koromban is foglalkoztatott ez a fajta elmúlás. Igen, hát ez két ember 5 évvel ezelőtt történt, hát, mint 60 esztendeje. És hát most nagyon-nagyon jó érzés volt felidézni, sőt, ele is kerestem a hírlapnak ezt a számát, és hát tényleg így van, de hát az ember természetesen 78 éves korában már gyakran gondol az őszre, aztán arra, hogy valaha egy élő levelek között suhósogó avarban járunk, és várjuk azt, hogy ez alatt, az avar alatt új élet kezdődjön. Mint ahogy az Alba Régia versetben, itt rögtön, ahogy belelapoztam, azonnal felhívtam
magára a figyelmet, hiszen így fogalmazol, hogy szívemben hűség, örök szerelem, lelkemben béke, aranyló kereszt, elmémben intelmek öröksége. Így térdelek eléd emelt fővel, s ha szánnál nekem még szolgálatot, kérjed jó úrunkat, adjon erőt, végsőkig fiat szeretnék lenni, az újkori boldog Szent Ferencet, ki eteti majd követőidet. Hát ezzel szerettem volna, vagy hála Istennek, hogy ki is tudtam fejezni azt a nagy szeretetemet, amit én a városom iránt érzek. És hát ameddig csak lehet, addig szolgálom ezt a várost, hogyha szükség van rá, meg igény van rá. Igen, és hát nagyon-nagyon fontos, ahogy kezdődik. Én azt gondolom, hogy oly sok mindenki ment már el az elmúlt időszakban, illetve hát a mi pályafutásunk, a te pályafutásod alatt is, hogy méltó módon kell elbúcsúzni, és azokat megidézni pedig egyszerűen kötelesség. Hiszen itt Jankovics Ferenc, Román Károly, Sobor Antal, Szeghalmi Elemér, Lukács József, nem sorolom tovább. Nagyon-nagyon fontosak ezek. Nagyon. És fontosak voltak természetesen, amíg itt voltak közöttünk, együtt éltünk, rengeteget tanultam mindenkitől, akit felolvastál. Hiszen Raksányi, Vojcsik, tehát nem igen. Demény Éva, igen. Nagyon-nagyon sokan. Nagyon sok, nagyon szeretetre méltó emberek voltak, és nagyon nagy szeretettel gondolok rájuk, és hát őrzöm őket. Igen, annál is inkább, mert hogy azért meg kell becsülnünk azt az időszakot, amit a Vörösmarty Társaság adott nekünk, hiszen azt hiszem, hogy te magad, illetve vezetőtársaiddal elhoztátok nekünk az irodalmat Magyarországról, Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Lengyelországból, tehát Janusz Vojcsikra gondolunk, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat. Mi volt az alapvetése egyébként ezen túl a kötet összeállításának? Nézd, és az ember természetesen adott időszaknak a termésére visszagondol, meg visszaemlékezik azokra a történésekre, esetleg amiről a versek vagy az írások szólnak. Nem akarok nagy szavakat használni, de talán mondhatom azt, hogy mindenben a szeretet és a barátság vezérelt engem, amikor ezeket az írásokat elkövettem. És nem csak a visszaemlékezések, hanem a versekkel is, és a különböző események leírásával is. Tényleg mindig a szeretet, amit mindig próbára tesz bennünk azért a nagyvilág. A közvetlen környezetünk is, és a nagyvilág is. És igen, én fontosnak tartom, hogy felvállaltál számtalan olyan missziót, ami azt hiszem, hogy példaértékű. Itt nem csak Úrivra gondolok, hanem nagyon-nagyon sok mindenre és mindenkire, akik megismertettél bennünket. Tehát itt Janis Vojcsik kapcsán is azért nagyon fontos, hogy Opolével ilyen kapcsolat alakult ki, hiszen ezt te magad. A második világháború történései pedig számomra külön kiemelendők, hiszen nélküled nem jöhetett volna létre a Bákozdi emlékmű sem, és azt hiszem, hogy az méltó emléket ad. De akkor, amikor te elhatároztad, hogy ezekkel a dolgokkal külön is foglalkozol, tehát nem csak bezárkózol a Fehérvár irodalmi életébe, akkor gondoltad volna, hogy egyszer eljuttunk egy olyan szintre, hogy jószerivel az egész országban mindenki erről beszél néha? Nem, eszembe se jutott ilyen. Ez aztán bebizonyosodott, hogy valóban így van. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, nem győzöm hangsúlyozni, hogy én nekem ezeket a gondolatokat megteremtette bennem, és megadta a lehetőséget, és adott hozzá erőt, meg olyan körülményeket, hogy ezeket meg tudtam valósítani. Így, ha belekérdezek az Epigramma Hungarika kapcsán, mit jelent számodra a magyarság, hiszen ilyen értelemben az irodalmi magyarság, azok a pillanatok, amelyek azért megőrzendőek mindenképpen, hiszen ez a vers úgy szól, hogy Byron, Ibsen, Tolstoy, Turgenev, Puskin, Dostoyevsky, angyal szállt a földre le,
Petőfi Arany, Vörös Marti, Madács Adi, Németh László és Magyar Rá lett. Hát ez nagyon sokat jelentenek nekem ezek az írók, akiket én itt idézek, és fölidéztem, és felsoroltam, hiszen ezekből a művekből, amiket én őtőlük olvastam, egy különleges világ alakult ki bennem, és minden emberben, minden olvasó emberben. És tudod, hát azt szoktuk mondani, te is, hogy a lélek épülete, a lélek, lelkünk épületét ezek a téglák teszik olyanná, hogy ne egy ilyen szürke kis viskó legyen, hanem egy palota, aminek a tornyában van esetleg egy harang, és legfelül pedig egy kereszt, tehát egy palota vagy templom. Azt hiszem, hogy az ember számára ez az építkezés a legfontosabb, hogy olyan lelkének olyan épületét húzza fel, amire talán egész életében büszke lehet. Miként lehet ezt megőrizni? Megőrizni? Igen. Nagyon jó kérdés. Nagyon nehéz, különösen ebben a világban. Én nem is nagyon szeretek ebbe belemerülni, meg belegondolni, de azt hiszem más is így van, hogy milyen világban élünk. A nagyvilágtól az országon át, a közvetlen környezetünkig, a barátságig, szóval rettenetes, nehéz megélni ezt a világot, és olyan lélekkel, amivel az ember megnyugodhat, meg büszke lehet talán esetleg, vagy olyan lélekkel, ami megnyugtatja abban, hogy hát nem volt az élet eredménytelen, meg sikertelen, meg haszontalan. Hát persze vannak hatalmas nagy tévedéseink az életben, meg hát vannak olyan körülmények is, amik nagyon-nagyon rossz érzéssel töltik el az ember. De most nem világpolitikára gondolok, mert elég lenne csak azt, hogy mi folyik a világban. Igen, erről a vár kapcsán fogunk beszélni. Ugyanis ugyanakkor megerősítést jelent számodra az a szeretet, ami körülvette az avar megjelenését. Hiszen ez kivételesen ugye a Szabad Színházban, az Igézőben volt. Igen. És én azt hiszem, hogy az ott olvasók meredt szemmel nézték, hogy ott vagy köztük, és ráadásul abban a házban tulajdonképpen, ahol felnőttél. Igen, igen. Hát nekem a Basa utca az nagyon sokat jelentett, ezt azt hiszem elmondtam már neked többször is. A gyerekkorom ott a belváros kellős közepén mindent átéltünk, amit egy belvárosi csibész, de nem rossz értelemben mondom, nagyon-nagyon eleven élénk gyerekek voltunk, és nagyon-nagyon értékes kis társaság volt, és az lett felnőtt korára is, úgyhogy óriási szeretettel gondolok a Basa utcára, ugyanolyan szeretettel, mint a Rumi szülőházamra, ahol ugyancsak 3 hónapot töltöttünk el. A szüleim jöttek haza egy passzaui menekült táborból, és hát valami csoda történt, éppen a napokban elküldte a lányom Németországból az édesapámnak a passzaui menekült táborban való tartózkodásának az igazolványát. Hát még vannak csodák. Hát komolyan mondom, tényleg az. No, menjünk tovább. Ugye beszéltünk arra, hogy felgyorsult a világ, háború vesz körül bennünket, nagyon furcsa dolgok történnek, amelyek néhány nagyhatalom részéről tudatosnak mondhatók, és azt hiszem, hogy ebből kiszállni nem lehet, viszont rátekinteni igen. Tegnap volt a Vörös Marti Társaságban a Várirodalmi és Közéleti Folyóirat bemutatója, ezt is megmutatnám. Ugye ez a 2024-es, az idei év első kiadványa. Nagyon-nagyon jó, nekem már volt alkalmam beleolvasni.
És ott felvetődött az a kérdés, bárkitől kérdeztem, hogy ez egy jó út a vár, mármint abban az értelemben, hogy a kezdeményezésedre egyre több határon túli magyar író és költő barátunk is részt vesz ebben, és emellett megerősítést jelent az is, hogy azok a neves magyar költők és írók szintén csatlakoznak, sőt, jelentkeznek műveikkel. Hát azt hiszem, hogy az egész ténykedésemnek az egyik legnagyobb értéke, meg számomra a legnagyobb örömet jelent az a határon túli kapcsolatok, határon túli magyar írókkal, költőkkel, szerkesztőségekkel való kapcsolat. Hiszen én azt hiszem, hogy az elmúlt közel 20 esztendő alatt ez nem más szolgáltunk, és ezek a találkozók, meg ezek a történetek nem más szolgáltak, mint a magyarság létét és jövőjét. Gál Csabáék, Péntek Imre, Hadi Nikolett, Szegedi Kovács Gyuri, tehát vannak fiatalok, kevésbé fiatalok, és nagyon-nagyon fontos pillanatokat élünk meg, amikor olvassuk az ideérkezőket, tehát itt a Fellingerékre gondolok, Fellinger Károly, és természetesen jönnek a többiek is. Melyek azok a pillanatok, amikor főszerkesztőként ezt összeállított, hogy egységes és teljességre törekvő folyóirat lehessen ez, illetve könyv? Hát ez a kezdetektől az a célkitűzésem, és azt hiszem, hogy a társaim nevében is mondhatom, hogy színes, változatos és olvasmányos legyen a vár. Természetesen hát vannak olyan írások, amik miatt kritizálnak minket, vagy jogos kritikát kaphatunk, de hát vannak olyanok is, amit az embernek meg kell védeni. Ez például az, hogy a helyi szerzőknek és íróknak lehetőséget biztosítsunk. No, keressünk egy olyan verset, amit szívesen elmondanál most. És én közben pedig mondom, hogy mi minden keltette fel az érdeklődésemet, nagyon sok minden. Ugye azzal kezdődik, hogy Gamauf András leírja a háború Krisztus földjén Európa és Amerika szégyenfoltja, ez Palesztináról szól, ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos pillanat, de fontosak például a Sebők a Jankovics évfordulóra, hiszen, és a Tóth László emlékkönyv nem különben, hiszen Magony Imre és Poleszák György is nagyon sokat tett azért, hogy ami kedves barátunkat, kulturális szakemberünkre emlékezzünk. És így tulajdonképpen mondhatnám sorban, hiszen Sebők Melinda Mester és Tanítvány címmel szintén Jankovics Ferencre emlékezik, ami azt hiszem, hogy egy rendkívül fontos dolog. Hát, ha már itt említettél fiatalokat is, tehát természetes, hogy a fontos az utánpótlás fölnevelése, és nagyon fontos például Gamauf Andrásnak a jelentkezése, nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy jelentkezett nálam a Gamauf András, mégpedig egy nagyon aktuális témával. Sokan meg is kérdőjelezték, hogy miért kell ilyen napi politikai témát, de hát én úgy érzem, hogy olyan világot élünk, amikor, és a mi kötelességünk hozzászólni a világhoz még akkor is, hogyha az politika vagy politikai tartalom, kötelessége egy író embernek. És ez egy annyira különlegesen okos, értelmes írás, természetesen egy embernek a szubjektív véleménye, de hát azt hiszem, hogy érdemes elolvasni. Igen, hát 4000 éves történetről van szó. Gamauf András így fejezi be, hogy a jelenlegi palesztin szám szerint 5. háború csak akkor fejeződhet be megnyugtató módon, ha bizonyos földterületek visszaadása mellett a háborús felek elismerik egymás államisághoz fűződő jogait. Ez az is szükséges teszi hozzá, hogy az amerikai és európai hatalmak egyetértésével sor kerüljön a végrehajtásra is. Aki ismeri ennek az országnak a 4000 éves történetét, az joggal gondolja, Palesztina még nagyon sokszor foglalkoztatja majd a világ közvéleményét. Ezt 2023-ban írta, akkor még nem volt izraeli-palesztin háború, de én azt gondolom, hogy mintha a világ közvéleménye kellőképpen nem figyelt volna oda, hogy azért
az a Mécses, az hatalmas nagy tűzé lesz egyszer csak. Úgyhogy amit mondtál Gamów Andrásról, nagyon fontos, hiszen én volt alkalmam nekem is beszélgetni vele erről, és azt hiszem, hogy az tiszta világos elvek mentén építi fel mindazt, amit a történelemben fakadóan történik, mondjuk ebben esetben Palesztinával. Egy nagyon érdekes könyvet olvasok most, elsősorban Amerikáról, Amerikának egy bizonyos korszakáról, és van egy fantasztikus, fájdalmas gondolat ebben, az, hogy Közel-Keleten soha nem lesz béke. Soha. És ez valami félelmetes gondolat és felismerés, hogy hát akkor vajon mi elé nézünk? És hát persze az embernek ilyenkor csak az jutott eszébe, hogy megtegye, nagyon szerény, hétköznapi emberként megtegye, amit tenni lehet, tenni kell és tenni illik, tehát elsősorban az, hogy imádkozzon ezért a békért. Másodszorban pedig maga körül, miután már békét teremtünk esetleg magunkban, akkor a környezetünkben is megpróbálni békét teremteni. Emberekkel való kapcsolatunkban elsősorban, ami most azt lehet mondani, hogy nem valószínű, hogy ez egy ilyen nemzeti jelenség, hanem azt hiszem mindenütt így van, hogy az emberi kapcsolatok szintje az hihetetlen mélységre zuhant. Hihetetlen. És fontos, hogy a Várban, illetve bármely folyóiratban jelenjenek meg azok az írások, amelyek hitelesek. Igen, igen. Hát nézd, még egyszer mondom, hogy ha valami kis parányi, kis cselekedettel, kezdeményezéssel hozzá tudnánk járulni például ahhoz, hogy ebben a fantasztikus, csodálatos kis országban, ebben a hazában ne legyen ilyen elképesztő széthúzás és gyűlölködés. Még egyszer mondom, országosan is, helyi szinten is, környezetünkben is. No, akkor nézzünk egy verset. Befejezetlen mondat. Amikor az utolsó kanyarból ráfordulunk a végső, ködbevesző egyenesre, Isten arra int, hagyd a kétségekkel teli, mindig is csalfa ismeretlen jövőt, nézz hátra, idézz fel minden állomást, szakaszt, a nevetve legyőzött akadályokat, az út mellett vizet adó barátaidat, kik mikor megpihenhettél, ott ültek melletted, fogták kezedet, vigyázva, el ne takarják a napot, és megszentett kenyérre letettek. Tudod, hiszed, fákot ültettél, virágokat, adtál gyermekeket Isten kegyelméből és neki. Így lehet benned béke, és hiheted, mindezért kezét nyújtja ölelésre, hogy érezd, veled teszi meg a kanyar utáni szakaszt, hogy tudd, hidd, nincs vége, csak lesz egy megálló, ahol lesz kenyér és víz is, tenyeredbe érzed mindenki szívdobbanását, akik szerettek, mosolyogva indulsz tovább. Eddig is szép volt, ami jön, a teljesség. Az örök szeretet vár. Hidd, Isten nem adná. Tanulságos. Gyönyörű. No, még egy kérdésre maradt idő. Rövidesen tisztújítás lesz. Mi történik a Vörösmarty Társaság tisztújító közgyűlésén? Várhatóan. Hát megválasztják az új elnököt. Tehát ez azt jelenti, hogy meghoztad azt a döntést, igen, amelynek mentén nyilván a Vörösmarty Társaság munkájában továbbra is részt veszel, ugyanakkor az elnöki feladatokat átadod? Hát nem tudom, hogy mennyire lesz módom részt venni a társaság munkájában. Természetesen ez a
15 esztendő, ez nem múlt el nyomtalanul bennem, és nagyon fognak bizonyos dolgok hiányozni, de hát 78 éves vagyok egyrészt, másrészt pedig ez a környezet, amit emlegettünk már itt, és ez a világ, és ez az örök ellenségeskedés, ez olyan meghatározó volt ebben a döntésben, hogy kétség nem volt. Értem. Erről még fogunk beszélni nyilván, beszélgetni, hiszen természetesen ott leszünk a közgyűlésen. Mindenesetre én most köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a Zavar mindenkinek egy olyan olvasmány, ami egyszerűen kihagyhatatlan. A Vár és pedig fontos. Csak annyit még egyszer, hogy nagyon sok sikert kívánok az utódomnak. Jó, hát ezt élén. Meglátjuk, hogy ki lesz ő, és természetesen majd beszélgetünk erről. Dolikám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Én is köszönöm szépen, nagy örömmel. És hát fogunk találkozni természetesen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a következő fehérvári beszélgetésekben is. Viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.